A Volt Márkonferenc szóban a hónapok óta tartó átalakítási folyamatokat a múlt héten fejezték be. Ünnepélyes keretek között pénteken nyitotta meg kapuit Balmazújváros legújabb szórakozó helye, a Casablanca Klub. A Casablanca Klub megnyitásával a balmazújvárosi középkorosztály egyik régi álma vált valóra. Az egykori Márka Presszó helyére betérők immár kulturált keretek között ihattak meg egy cappuccinót, majd tölthetnek el egy kellemes estét hangulatos zene mellett. A város legújabb szórakozóhelyének ünnepélyes felavatására pénteken került sor. Köszöntőjében dr. Fekete Imre önkormányzati képviselő hangsúlyozta, hogy a beruházás nem volt hiába való, hiszen Balmazújvároson is van igény a kulturált szórakozásra. Hölgyeim és uraim! Hálás feladat szóra emelkedni akkor, amikor a feladat, hogy bejelentsem, hogy tovább léptünk, fejlődtünk, mindannyian gazdagabbak lettünk valamivel. Balmazújvároson néhány vállalkozó nem hagyta magát lebeszélni arról, hogy itt helyben igen komoly beruházást hajtson végre, és nyugat-európai mintára igazán igényes, bensőséges klubot alakítson ki az itt élők és az ide látogató vendégek igényes szórakozására. A klubnak otthont adó mintegy 260 négyzetméteres helyiséget meglehetősen leromlott állapotban vették át a tulajdonosok. A mintegy 8 hétig tartó átalakítási munkák során megújult a bárpult, vörös padlószőnyeget fektettek le a belső térben, és új arculatot kapott a terasz is, melynek fő ékessége a sziklakert. Az építetők egy hajdúszoboszói mestert bíztak meg a teljes külső-belső dizájn kialakításával. A klub arculatának kialakításában Gyulai Andor is részt vett, tulajdonképpen ővé volt a főszerep. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt. Észrevettem, hogy szinte mindenhol a mélyzöld színek dominálnak. Ez tudatos? Igen, ez tudatos annyiban, mert a zöld szín a biliárdasztal és a biliárd a világában ez a zöld szín dominál, ezért ezt alapul kellett, hogy legyen. Látható gyönyörű szökőkút, illetve sziklakert mit szimbolizál? A sziklakert meg a víz benne, ez a Casablanca elnevezéséből adódóan ezt a világot próbálja kifejezni, ami az a város, ahol van, azt próbálja megfogalmazni. Hallottam, hogy az átalakítási munkálatok idej alatt tulajdonképpen ide költözött. Ezzel kelt és ezzel feküdt, ennek mi volt az oka? Hát ennek az volt az oka, hogy a sziklakertet én személyesen készítettem, azon felül a munkálatok, amelyek a belső teremben is készültek, hát ezt felügyelni kellett, és ezt távolról nem lehetett volna irányítani. Manapság kockázatos vállalkozás szórakozóhelyet nyitni és üzemeltetni, főleg egy olyan kisvárosban, mint Balmazújváros. Nagy István és csapata azonban mégis belevágott a klub építésébe. Ez azt jelenti, hogy 16 féle pizzát fogunk készíteni, ennek a tésztáját itt helyben fogjuk sütni. Azon kívül hát egyéb kis finom dolgok lesznek, például ami sörös embereknek nagyon fontos, egy kis sörkorcsolya, egy kis tartálbisztek, ami 5-6 sör után nagyon szívesen elfogyaszt mindenki, de a legeslegfontosabb szempont ez a pizza, és annak a különféle változatai, összességében 16 féle lesz. Én úgy gondolom, hogy kitűnő szakácsot találtunk, aki ebben nagyon kreatív és nagyon-nagyon kitűnő dolgokat talált ki, teljesen egyéni nevek alapján és egyéni ízlés szerint, amit nyilvánvalóan mi végig kóstoltunk annak idején, és nekünk az volt egyértelmű véleményünk, hogy ez nagyon finom és kiváló minőségű pizzák lesznek. Egy szórakozó helyet igencsak meghatároz az, hogy milyen rendezvények várják a vendégeket. Itt milyen rendezvények lesznek? Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos szempont, hiszen végül is itt Balmazújváros a rendezvények a helyi diszkón kívül nem nagyon van. Én úgy gondolom, hogy most első körben két hetente próbálunk rendezvényeket szervezni. Ez megint csak magában foglalná a 40 éves korosztályt, a 20 éves korosztályt, tehát mindenki érezhesse jól magát. Megpróbáljuk. Én nem tudom, mi lesz belőle, mert nyilvánvalóan ez egy nagy kakukktojás, de mindenféleképpen próbáljuk abba az irányba szorítani, hogy mindenki le tudjon ülni, és egy hónap egyszer legalább jól érezze magát. Tehát a rendezvények ezt nagyon szigorúan fogjuk kezelni, és minden olyan réteget célzunk meg a rendezvényen, hogy mindenki jól érezhesse magát. Az új szórakozóhelyen természetesen azokra is gondolnak, akik szenvedélyes kártyások. Így van,
hiszen nagyon sok barátunk, ismerésünk van, aki szeret kártyázni, nyilvánvaló egy bizonyos kereteken belül. Ezek a kártyások, ezek szeretik a csendet, szeretik, hogyha csak ők vannak a központban, és senki más. Egy teljesen elkülönített helyen, tehát a vendégtértől messze, messze, magasan távol lévő, és azért úgy gondoljuk, hogy ezekre a helyiségekre kiválóan alkalmas fog lenni, hogy ők jó szórakozzanak, és megtalálják a maguk szórakozását. Egyébként ugyanebben a helyiségben fog lenni, a hátsó járatnál lehet megközelíteni, van három hatalmas nagy raktár, amit gondolataink szerint egy olyan 4-6 héten belül ki tudjuk alakítani, és ők is megtalálják a maguk szórakozását. Végül mondjuk el a leendő vendégeknek, hogy a klub mettől meddig tart nyitva? A klub nyitvatartása az 14 órától van 24 óráig, és a hétvégeken, tehát a péntek és a szombat, ez hajnal 4 óráig. Tehát 14 órától 04-ig lesz nyitva. A Casablanca szombat óta várja a szórakozni vágyókat. A legelső ide látogató vendégek elégedetten távoztak. A klub első vendégeit kérdezem az első benyomásokról. Én nagyon kellemesen éreztem magam, és gyönyörű a környezet, csak jól tudok mondani róla. És remélem, hogy sok fiatal fog idejönni, nagyon kellett már üzenős ez a modernizálás szerintem. Azt hiszem, a klub megépítésével több éves hiány pótoltak a tulajdonosok itt Balmazújvároson. Igen, szerintem mindenképpen tudnélik Balmazújvároson ilyen színvonalas vendéglátóhelyiség, mint amivel most itt találkoztunk. Véleményem szerint talán még nem is igen volt. Következő alkalom be van-e már tervezve? Mindenképpen, mert nagyon szép belül is, és kint a kerthelyiségre, tehát a szükőkutat nagyon szép minden, nekem nagyon tetszik. A klubba egyébként belépőváltással nélkül lehet bejutni, a szórakozás nyugalmára pedig szakképzett biztonsági emberek vigyáznak majd.